Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! November 20-a péntek van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. A szociális intézményekben indult el az országos koronatesztelés, Győrben is szűrték azokat, akik ezt kérték. A COVID-19 híradó 9. adásából kiderült, nincs újabb megbetegedés a bölcsödékben. Csak szigorú óvintézkedések mellett zajlik a személyes ügyfélfogadás a NAV-nál. Az ügyfélszolgálatokon ütemezetten fogadják az embereket, akiknek kötelező a maszk és a védőtávolság betartása. A járványhelyzet miatt idén Győrben is elmaradnak a nyitott kapuk rendezvények. A Győr Plusz pénteken 3 újabb középiskola képzéseit mutatja be, hogy segítsünk a tudatos iskola választásban. Pénteken elindult az országos koronatesztelés, elsőként a szociális intézményekben dolgozókat szűrték, Győrben is. A miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy jövő hétfőtől az iskolákban, az óvodákban, a bölcsödékben és az egészségügyi intézményekben folytatódik az országos COVID-tesztelés. Erről is szó volt a COVID-19 Győr híradóban, ahol a polgármester ismét sok kérdésre válaszolt. Dr. Pergelez, alpolgármester pedig bejelentette, nincs újabb megbetegedés a győri bölcsödékben. Győrben akkor kötelező a maszk közterülete, ha látó távolságon belül van más is, aki nem egy háztartásbeli. Ez alól most már kivételnek számítanak az autisták, erről már ki is jött a kormányrendelet. Erről is beszélt a COVID-19 Győr híradóban a polgármester. Dr. Dézsi Csaba András azt is bejelentette, hogy elindult az országos COVID-tesztelés. Megkezdődik az országos tesztelés, többen érdeklődtek ezzel kapcsolatban, hogy az iskolákban, óvodákban mikor kezdődik a tesztelés, holnaptól a szociális intézményekben kezdődik el, és jövő héten hétfőtől folytatódik az iskolák, óvodák és bölcsödékben és az egészségügyben dolgozóknak a tesztelése, a részvétel önkéntes. A polgármesterhez sok parkolásos kérdés is érkezett, illetve azzal kapcsolatban is érdeklődtek, hogy életveszély esetén hogyan kell igazolni, ha 8 óra után valaki az utcán van. Kijárási tilalommal kapcsolatban az életvédelmi céllal és az egészségkárosodásra indokolt kint létet hogyan igazolom, kérdezi a kérdező, ezt nem kell igazolni. Egyáltalán. A győri bölcsödékben nincsenek újabb megbetegedések, egy-két óvodában és iskolában viszont néhány osztály karanténba került. Erről a területet felügyelő alpolgármester számolt be. Az iskolákban sajnos több osztályban is elrendelték a rendkívüli szünetet, így a Gárdonyi Géza általános iskola 6. A osztályában 24-éig, a Győri Arany János általános iskolában a 7. osztályban november 23-áig, a Győri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola 8. A osztályában 20-áig, holnapig, és az Énekzenei Általános Iskola pedig november 23-áig kényszerül a 8. A osztálya rendkívüli szüneten lenni. A Bartók Béla Énekzenei Általános Iskola 2. A osztálya szintén november 24-éig rendkívüli szünetet tart, pontosabban digitális tanrendre tértek át. Pénteken jubilál a COVID híradó, a műsor 10. adásának legfontosabb információiról hétfői híradónkban számolunk be. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain az ügyfelek és a hivatal munkatársai védelmében csak szigorú óvintézkedések mellett biztosított a személyes ügyfélfogadás. Az adóhivatalnál szinte minden ügy intézhető elektronikusan, illetve a magánszemélyek postai úton is rendezhetik adóügyeiket. Az ügyfélszolgálatokon a kialakult járványhelyzetre való tekintettel ütemezetten zajlik az ügyfélfogadás. A várótermekben annyian tartózkodhatnak, hogy a 1,5 méteres védőtávolság biztosított legyen. Személyes ügyintézéskor kötelező a szájat és orrot is eltakaró maszk. Ó, ez tökéletes! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal győri ügyfélszolgálatán is mérik az ügyfelek testhőmérsékletét a belépéskor. Fontos a kézfertőtlenítés és egyéb intézkedést is bevezettek a koronavírus járvány miatt. A NAV Győr-Moson-Sopron megyei ügyfélszolgálatain az ügyfélfogadás ütemezetten történik, ami annyit tesz, hogy annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, hogy az 1 méteres, 1,5 méteres távolságtartás biztosított legyen. Mindenféleképpen nálunk is ugye kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk.
Ugyanakkor a kormányablakba csornán, a NAV ügyfélszolgálatán előzetes időpontfoglalás szükséges az interneten keresztül. Ott annyi ügyfelet tudnak fogadni, akik az interneten keresztül foglalnak időpontot. Győrben is ez nagy segítség, hiszen akkor el lehet kerülni az esetleges várakozási torlódásokat. A győri ügyfélszolgálaton tehát nem kell, de ajánlott időpontot foglalni. Rákeresünk Győrre. Központi ügyfélszolgálat. Itt tovább tevékenységet lehet választani, hogy milyen ügyben mondjuk legyen egy adókártya igénylés. És itt jelennek meg a szabad időpontok. Tehát itt ugye 23-ára, itt azért még több szabad időpont is van. Ha nem szükséges a személyes tanácsadás, a NAV honlapján a legtöbb nyomtatvány elérhető, és az adózással kapcsolatos ügyeket is el lehet intézni. Jelenleg is preferáljuk az elektronikus csatornákat, hiszen a NAV-nál nagyon sok minden intézhető elektronikusan, viszont hogyha valaki egy külföldi adóhatóságnak az adatlapján szeretné leigazoltatni a magyarországi jövedelmét, tehát egy külföldi adóhivatalnak a nyomtatványát szeretné használni, ugye mindenféleképpen ott elektronikusan nem tud intézkedni, hiszen ott az aláírásnak eredetinek kell lennie, akkor be tud fáradni az ügyfélszolgálatra, illetve ami még segítség az ügyfeleknek, hogy van a honlapunkon egy PDF formátumban lementett nyomtatvány formátum, amit ők ki tudnak tölteni, kinyomtatni, és akkor azt postán is be tudják juttatni az irodába. Illetve vannak más csatornák is, igaz? Itt a telefonra gondolok, a telefonos ügyfélszolgálatra. Így van. A 18-19-es ingyenesen hívható NAV info vonalon tudnak még érdeklődni az ügyfelek az ügyintézésekről, illetve az adózási lehetőségekről. Az idei év tapasztalatai szerint az adózók szívesen választják az online ügyintézést, és egyre ritkábban jönnek be az ügyfélszolgálatra. Valójában az ügyfelek szeretnék az elektronikus csatornákat, viszont arra szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy igazolási kérelmet, hogyha e-mailen keresztül juttatnak be, az számunkra nem egy hivatalos formátum, tehát úgy nem tudjuk fogadni ezeket a kérelmeknek a feldolgozását, de azt tapasztaljuk, hogy azért a COVID-helyzet nagyon sok embert elterelt az elektronikus csatornák felé. Az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat, ilyen például a mozgáskorlátozott segítője. Meghatalmazással más adóügyei is intézhetők, a javasolt meghatalmazás minta letölthető a NAV honlapján. Folytatódik a Győr Plusz híradó középiskolákat bemutató sorozata, amely a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és szüleiket segíti a fontos döntés meghozatalában. Pénteki adásunkban elsőként jöjjön a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium. A komoly hagyományokkal rendelkező intézmény 3 osztályt indít informatika és távközlés ágazatban, valamint 2 osztályt gépész szakon. Közeleg a jövő évi tanév felvételi időszaka az általános iskolások számára. A győri középiskolák közül most a közel 120 éves Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikumról kaphatnak a nézők friss képet. Módos Gábor, az intézmény igazgatója híradónknak elmondta, azokat a fiatalokat várják az iskolába, akik a gépészet és az informatika iránt érdeklődnek. 5 osztályunk indul, és a 2 szakterületen 3-at indítunk az informatikában, és 2-t a gépészet területen. Ugye az informatika területén másfél osztályt indítunk szoftverfejlesztő és tesztelő technikusként, és másfél osztályt indítunk informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusként. Gépészetből pedig gépész technikust indítunk, egy osztályt, 2 informatikus irányultsággal, és egy gépgyártás technológust még. Ugye a gépgyártás technológus az tradicionális, hisz az nagyon régóta van, talán 50 éve is már. A gépésztechnikus képzés 2 tannyelvű formában is választható, angol és német nyelven. Az igazgató kiemelte, igyekeznek a munkaerő piacra és a továbbtanulásra is felkészíteni a jedlikes diákokat. Mi technikumunk az olyan, hogy mindenre megpróbáljuk felkészíteni a gyerekeket. Értem alatt a munkavilágába való elhelyezkedést a megszerzett szakmával, de alapvetően a továbbtanulási esélyeiket is nagyon növeljük.
Itt azért ezt el kell mondani, hogy nálunk bizony 80-90% közötti az arány, amikor ők először felsőfokú intézménybe mennek egyetemekre, és akkor utána jelennek meg elsősorban mérnöki szakmával a tarsolyukban a munkaerőpiacon. A tanulmányok mellett ebben az intézményben is fontos szegmens a diák élet. Színes programok, erős diák önkormányzat és városszerte híres gólyatábor is várja az ide jelentkezőket. Jelenleg a diák élet is erős, a diák önkormányzat nagyon erős, úgy gondolom. Én mindig azt szoktam mondani, hogy például a gólyatáborunk az 3 napos, biztos, hogy a városban az egyik legjobb gólyatábor. Persze most ebben az időszakban nem volt 3 napos, nyilván csak egy naposra terveztük. De én úgy gondolom, hogy a diák önkormányzat nagyon sok minden lehetőséget nyújt számukra, és ahogy beszélgetek diákjainkkal, mindig lejön az, hogy szeretnek az iskolába járni. Mert annyi élményt ad nekik, nem csak a korosztály miatt, hogy ebben a korosztályban rettentő sok élmény éri a diákokat, osztálykiránduláson, más egyéb rendezvényeken, ők elmondják, hogy rettentő sok jó programban vesznek részt. Az igazgató hozzátette, az iskola rendelkezik egy 100 férőhelyes fiú kollégiummal. A kollégium épülete 15 perc kényelmes sétával megközelíthető. Hosszú évek gyakorlata, hogy minden 9. évfolyamra felvételt nyert és kollégium elhelyezést igénylő tanulót a saját intézményükben tudnak elhelyezni. Fontos szerepet tölt be az egész régió közoktatásában a Széchenyi István Egyetem Szent Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskolája. Az intézmény ugyanis minőségileg is megfelelő felkészültségű, alap- és középfokú végzettségű szociális, illetve egészségügyi szakembereket képez. Az iskola a 2021-2022-es tanévben 5 osztályt indít, ezekben pedig összesen 150 diákot tudnak majd felvenni. Jelentős szerepe van a Nyugat-Dunántúli régió szociális és egészségügyi szakember képzésében a Széchenyi István Egyetem Szent Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskolájának. Az intézmény célja, hogy a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő professzionális tudással felvértezett szakembereket képezzen. A képzéseink túlnyomó részét az egészségügyi képzések teszik ki, hiszen a munkaerőpiac elvárásainak igyekezünk megfelelni. 5 osztályt indítunk jövőre, ebből 4 egészségügyi ágazatban, egy pedig szociális ágazatban. Elsősorban az ápolók képzésre törekszünk, mert ez a legkeresettebb a munkaerőpiacon, de képezünk egészségügyi asszisztenseket és egészségügyi laboránsokat is, illetve indítunk ilyen típusú osztályokat. A szociális ágazatban pedig kisgyermekgondozó és nevelő osztályt indítunk, ami örömmel mondhatom, mert rendkívül népszerű. Szeretettel várjuk a fiú tanulókat is, mert az ő számukra is tudunk képzési lehetőséget nyújtani. Kedvelt körükben a mentőápoló vagy mentőtiszt szakma megszerzése. Mindezek fényében olyan fiatalok jelentkezését várják az intézménybe, akik rendelkeznek elhivatottsággal és azokkal a tulajdonságokkal, melyek az egészségügyi és szociális pályához elengedhetetlenek. Azok a tanulók, akik a mi iskolánkat választják, nem egyszerűen csak egy szakmát választanak, hanem a tanulmányaik elvégzésével hivatást választanak, hivatást kapnak, és ez nagy felelősséget ró rájuk. Olyan tanulókat várunk az iskolába, akik a tanulmányi eredményeik mellett olyan személyiséggel is rendelkeznek, amely a segítő szakmákban alkalmassá teszi őket a munkavégzésre. Ilyen tulajdonságok például az empátia, a tolerancia, a segítségnyújtás és a nyitottság az embertársak iránt, szeretet. A 7-es csapat. Jó. Ők lesznek a második kör. Részlet a hagyományos szentgyörgyis disputa napból. Ez a szónoki és vita verseny méltán híres a régióban. Versenyek, szakmai konferenciák is megtalálhatók a tanórán kívüli lehetőségek között, és olyan programok, melyek a diák életet hivatottak még színesebbé tenni. Szerintem azért jó Szentgyörgyisnek lenni, mert egy rendkívül barátságos és tanulóbarát iskola vagyunk. Nálunk a gyermek az első, a tanuló az első. A középiskolai évek meghatározó évek egy tanuló életében, különösen azért, mert a gyermekből ez alatt az időszak alatt válik felnőtté. És mi itt a Szentgyörgyiben valamennyien mindent megteszünk azért, hogy ebből a gyermekből sikeres, a szakmáját szerető, kiegyensúlyozott és boldog ember legyen. A Szentgyörgyiben végzett tanulók elhelyezkedési lehetőségei kedvezőek, az intézmény által nyújtott szakképesítések népszerűek a munkaerőpiacon.
Híradónkban végül, de nem utolsó sorban a Győri Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola szakgimnázium, technikum és kollégium következik a sorban. Az iskola táncművészeti tagozatán professzionális klasszikus balettáncos, valamint kortárs modern táncos képzés zajlik. A képzőművészeti tagozaton az 5 éves képzés a mesterségbeli tudás megtanítására, a klasszikus képző és iparművészeti alapozásra, képzőművészeti továbbtanulásra, illetve grafikus, szobrász és festő szakirányú felkészítésre vállalkozik. Tavalyi képek a Tánc és Képzőművészeti Iskola nyílt napjáról. Ezt a legkisebbeknek rendezték, hiszen általános iskolai képzés is működik az intézményben. Hamarosan azonban a középiskolába jelentkezési időszak következik. Dercó Tibor igazgató az induló képzéseket mutatta be híradónknak. A középiskolás részen 5 szak indul. 2 osztályban lesz egy táncos osztályunk, ahol klasszikus balettot, illetve modern táncot, annak is az alapja természetesen a klasszikus balett, tehát ne hip-hopra és hasonlókra gondoljunk, lehet majd tanulni, és lesz egy képzőművész osztály, ahol szobrászok, festők és grafikusok nyernek majd felvételt. Egyébként a felvételi anyaga szobrász, festő, grafikus esetében, ahogy a táncosoknál is, táncosoknál nyilván ugyanaz az anyag, és a képzőművészeknél is ugyanaz, mármint a kettő különböző, de szakonként ugyanabból kell majd felvételizni, egyfajta gyakorlati vizsga lesz. Az intézmény elsődleges feladata az alapműveltség biztosítása a közismereti oktatás keretében, valamint művészeteket szerető, értő és művelő fiatalok nevelése a szakképzésben. Ennek fényében kérdeztük az igazgatót, mitől is lesz valaki igazán képzős. Rendkívül szabad szellemű, nem szabadost mondtam, szabad szellemű, nyitott, kifejezetten érzékeny és elitista iskola, ki kell, hogy mondjam, hiszen hozzánk eleve célzottan érkeznek a tanulók, mindenkinek van egyfajta hivatástudata, vagy akár küldetéstudata, ha úgy tetszik. Nem csak érteni és kedvelni szeretnék ezeket a művészeteket, hanem magas szinten végezni, űzni. Az iskolában kiemelt figyelmet fordítanak az egyéni foglalkozásokra, a tehetségek gondozására. Ahogy az igazgató fogalmazott, fontos küldetésük a gyermeki kreativitás kibontakoztatása, az ember alkotó hajlandóságának művészi szintre emelése. Ezt különböző programokkal igyekeznek támogatni. Állandóak a kiállítások, amiket a diákjaink tartanak. Felhívom a figyelmet, hogy következő évben 40 esztendős lesz nálunk a képzés, és rögtön úgy kezdődik majd a győri kulturális élet, hogy január 15-én volt tanítványaink, jelenlegi mestereink az Eszterházi Palotában adnak egy kiállítást. Ez egy országos rendezvény. Egyébként a balettosok természetesen balettórákra, balettórákon kívül előadásokra járnak, kölcsönösen látogatják egymás foglalkozásait, vannak ilyen napjaink, amikor megcseréljük a két szakot, hadd ismerjék meg a másiknak a munkáját. Színházbérlet, kollégiumunk van. Színházbérlettel rendelkezünk, filharmonikusokkal, van nagyon jó kapcsolatunk, ide jönnek házhoz, nagyon sűrű programot tudunk összeállítani. Dercó Tibor elmondta, az intézmény honlapján minden kérdésükre választ találnak az érdeklődők, a vizsgaidőpontoktól kezdve a képzéseken át egészen a diák életig. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb november 23-án hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.